First of all, I'm very happy I'm here in Hungary. You know that Mr. Orbán invited us to look to Hungary, in Hungary itself, and see how things are. But I know Hungary from many, many years, and I see how the realities are. And the realities are different than Mr. Orbán sometimes has the muse. For example, if we start with the question of a complot, a coup d'etat, there is nothing like that. I'm very happy that there are also in the European People's Party people who see things differently, and especially also in the Commission. Neither Mr. Barroso nor Madame Nelly Kroes nor Viviane Reding are socialists. They are conservatives, but they are conservatives who try to defend European values and European laws. I will write a letter to Mr. Barroso to invite him to come to Hungary to explain to the citizens of Hungary why the European Commission is opening infringement procedures against Hungary, what are the requests of the European side towards Mr. Orbán and the Fidesz government. Because we need an intensive, objective dialogue of European institutions with the Hungarian citizen to explain the reasons of actions by European Commission, European Parliament. No conspiracy, there is no coup d'etat, there is no, you know, uniting forces against Hungary. We want European values and European rights and European laws to be implemented. Second topic of discussion with Mr. Mesterházy and the socialist group in the Hungarian Parliament was the fight against right-wing extremism in Europe. In many countries, we have right-wing political groups who are fighting against minorities, who are promoting discrimination, and therefore, together, all the forces have to fight against these kind of right-wing tendencies. Again, I would invite also the parties of European People's Party to join our fight, because the fight of right-wing extremism is nothing alone, should not be borne alone by the European Social Democrats, but all the political forces of the center should join us in fighting extremism. The last point is the economic issue. We want an end to the Merkel-Sarkozy domination of economic policy. We want a policy for economic growth and creating new jobs. It is very strange and not acceptable for us that on budgetary deficits you have sanctions, you have binding treaties, but concerning youth unemployment, for example, you only have advice, you have arguments, you have propositions, but not really strong action. In Hungary you have, for example, an unemployment of about 27%. In Austria and Germany you have an unemployment for young people for somewhat more than 8%. This shows the possibilities you can have with a sound economic policy to fight against young unemployees. Unemployment for the young people is not only an economic issue, a social issue, it's also a political issue. Right-wing groups recruit especially people from the unemployed, and therefore we have to fight with all our strength against youth unemployment. And finally, of course, we have to find a way to promote growth and employment. The money is existing, but we have to draw it away from the financial market to productive investment. So the financial transaction tax is one of the taxes who could bring money out of the speculation in the financial market to real investment. In general, we discussed the strengthening of the cooperation between the European Social Democracy and the National Social Democracy here in Hungary, with the three aims: fighting against unemployment and for economic growth, fighting for democracy and defending democratic values, and especially fighting the right-wing extremism we see in many European countries. A Magyar Szocialisták frakciója az Európai Szocialisták pártjának tagjaként támogatja azokat a javaslatokat, amelyeket az európai porondon fogalmaztak meg, például konkrétan az Európai Fiskális Paktummal kapcsolatban. Ennek három nagyon fontos eleme van, hogy nem csak a fiskális egyensúly az, ami fontos,
hanem emellett ki kell egészíteni a közös gondolkodást azzal, hogy sokkal jobban kell a fenntartható gazdasági növekedésre koncentrálni, a munkahelyteremtést fókuszba kell helyezni, és oda kell figyelni a költségvetési egyensúly mellett a szociális kohézió kérdéseire is, hiszen mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy Európa és benne az összes tagállam sikeres lehessen, és társadalmi békében, fejlődésben és prosperitásban tudjon élni. Mi a magunk részéről azt a javaslatot is támogattuk eddig is, és a jövőben is tesszük, hogy a munkahely teremtésen belül európai szintéren minél több forrás álljon rendelkezésre a fiatalok munkanélküliségének csökkentésére, és támogatjuk azt is, és erre a magyar szocialisták a parlamentben tettek már javaslatot a kormánynak, igaz, a kormány ezt elutasította, hogy egy pénzügyi tranzakciós adó bevezetéséről is történjen gondolkodás és döntés, mindahogy azt is támogatjuk, hogy az Európai Uniónak minél több lehetőség és eszköze legyen a válság az eurozóna és maga az Európai Uniós gazdaság támogatására. Így például a számunkra egy fontos kezdeményezés az euró kötvényeknek a kérdése. Emellett azt is támogattuk, amit frakcióvezető úr mondott, hogy szerintünk az egy helyes és jó ötlet, hogyha Barroso elnök úr ismét Magyarországra tud látogatni, mert talán így valóban tisztázni lehet azokat a Fidesz által gerjesztett kommunikációs üzeneteket, amelyek arról szólnak, hogy bármilyen összeesküvés elmélet áldozata lenne Magyarország, különösen nem egy baloldali összeesküvésnek. Látható módon az elmúlt időszakban megszólaló politikusoknak a többsége az Európai Bizottság részéről mind-mind konzervatív politikus volt. Maga Barroso bizottsági elnök úr mondta azt, hogy nem csak a törvények betűjét fogják nézni, hanem a törvények szellemiségét is vizsgálni fogják, és azt gondolom, hogy Barroso elnök urat nem lehet semmiféle baloldali elhajlással vádolni. Abban is egyetértettünk, és ebben kértem a frakció és frakcióvezető úrnak is a segítségét, hogy Magyarország számára a következő években kiemelt jelentőséggel bír az, hogy vissza tudjuk-e szerezni a Magyarország iránti bizalmat, a hitelességet vissza tudjuk-e állítani, hiszen ez nagy mértékben meghatározza Magyarország jövőbeni versenyképességét és sikerét is, és valóban, ahogy ő is mondta, ehhez a demokrácia, a jogállamiság és a súlyok és ellensúlyok rendszerével kapcsolatos kérdések is hozzátartoznak, de ugyanúgy hozzátartoznak a gazdasági krízissel kapcsolatos kiútkeresések. Amit a miniszterelnök úr mondott éppen talán a mostani frakciülésen, az nagyjából igazolja is ezeket az aggodalmakat, hiszen a miniszterelnök arról beszélt, hogy a centrális erőtér már működik. Nos, demokráciában nincsen centrális erőtér. Ebből is látszik, hogy ez egyfajta beismerése annak, hogy igen, Magyarországon gond van a demokratikus intézményekkel, a jogállam pilléreivel és a súlyok és ellensúlyok rendszerével. Én is szeretném azt még egyszer hangsúlyosan mondani, hogy sem a szocialisták pártja Magyarországon, sem az európai szocialisták frakciója semmi olyan szankciót nem kíván támogatni, ami a magyar emberek érdekét sértené, akár például források elvonásával, pénzek magyarországi felhasználásával kapcsolatban. Ebben teljesen más a pozíciónk, mint Orbán Viktornak volt, amikor ő volt ellenzékben, akkor Orbán Viktor saját maga tett javaslatot arra a néppárt alelnökeként, hogy az Európai Uniónak meg kellene fontolnia azt, hogy leállítsa Magyarország irányában folyósított Európai Uniós pénzeket. Nekünk ilyen eszünkben sem jut, hiszen Magyarországot eléggé sújtja az Orbán kormány és annak politikája. Isten ments, hogy a magyarországi fejlesztéseket ilyen módon akadályozza az Európai Unió, hiszen ez az emberek hétköznapi életében is gondot okozna, és nem szolgálna a magyar nemzeti érdekeket. De az összes többi kérdésnél is fontosnak tartjuk azt, hogy mindenki világosan lássa, hogy Magyarország önként csatlakozott az Európai Unióhoz, jól felfogott nemzeti érdekétől vezérelve. Éppen ezért ilyenkor elfogadtuk azt, hogy az Európai Unió joganyagát tiszteletben kell tartani, az unió értékeit is tiszteletben kell tartani, és az alapelveket is. Az, amit ma az Európai Unió számon kér Orbán Viktoron és a kormányon, az nem más, mint ennek a vállalásnak a teljesítése, és bizony ezeken a területeken is olyan kérdéseket kér számon az Európai Unió, ami szolgálja egyébként a magyar választópolgárok, a magyar embereknek az érdekét, hiszen a 16%-os adókulcs mára kiderült, hogy több millió embernek hátrányos változtatás jelent az adórendszerbe. A felsőoktatási törvény
több százezer fiataltól vonja meg a lehetőséget, hogy olyan pályán tanuljon tovább, amit esetleg megálmodott saját magának, de azt is említhetném, hogy vajon valóban korlátozott Magyarországon a hiteles szabad tájékoztatásnak a lehetőség, így az állampolgárok nem tudnak megfelelően informálódni, de említhetem a bírósági eljárás lelassulását is ezekkel az átalakításokkal, amely szintén nem szolgálja a magyar embereknek az érdekét. És ahogy ezt frakcióvezető úr is mondta, abban is megállapodtunk, hogy van közös európai felelősség is a szélső jobboldallal szembeni fellépés kapcsán. Itt én osztom Martonyi János úrnak a szavait, amit egy interjúban, egy külföldi labban adott interjúában olvastam, ami úgy szólt, hogy nem csak egy határvonal húzódik a magyar parlamentben az ellenzék és a kormányzó pártok között, hanem a demokratikus pártok és a nem demokratikus pártok között is húzódik egy határvonal. Ezzel én maximálisan egyetértek, sőt, magam javasoltam ennek a határvonalnak a meghúzását, amikor megalakult a parlament, akkor ezt az akkori tárgyalásokon Lázár János visszautasította. Én örülök annak, hogy vannak a Fideszben olyan politikusok, akik osztják ezt az elvi megközelítést.